szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagy szeretettel köszöntöm a gyermekeket, akik készültek egy szép műsorra, és felbátorítom az ő szívüket, lelküket, de azt hiszem a legjobban maga Isten tud bennünket felbátorítani, azáltal, hogy hozzáférünk, imádkozunk, és kérjük az ő segítségét, az ő szeretetét, az ő kegyelmének erejét. Ez a mai szép évtalmasztó. Hatalmas Istenünk, áldunk, magasztalunk téged azért, hogy ünnepet szerzettél a számunkra, hogy elküldted ebben a mi embervilágunkba a te szent fiadat, Jézus Krisztust, aki ember élet érettünk. Köszönjük néked őt, és add, hogy a szívünkbe fogadjunk. Hogyha parányi kezdeményként is, de az élő hitnek ereje, ha megfogom bennünk, akkor növekszik, és ebben a növekedésben mi magunk is eljutunk egy olyan állapotba, egy olyan helyzetbe, hogy mind közelebb és közelebb kerülünk hozzád, megismerjük akaratodat, és megtanuljuk követni a te utaidat. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy légy most velünk a mai alkalommal, áldj és szentelj meg bennünket, kegyelmeddel, szent lelkeddel és világosságoddal, te munkálkodj közöttünk és bennünk. Hallgass meg imánkat, szent fiad, Krisztusunk érdeméért kérünk. Amen. Amen. Át is adom a szót, és a gyerekeknek. Egy rövid bevezetővel készültem, engedjék meg, hogy elmondjam ezt. A Bibliából a János evangéliuma 5. részének a 24. versét választottam. Jézus mondja, aki hallja az én ígémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Hol van az Úr Krisztus? Hol van a király? Ezt kérdezték a bölcsek, erre felelt az angyal, ez a kérdés emésztette Herodest is. Akik feléje siettek, azokat is égette a kérdés, hiszen vándorútjuk célja az volt, hogy őt megtalálják. Herodesnek fontos volt, mert ő a hatalmasabb, amint a katonáival megöletheti az Úr király. Hol van? Ezt kérdi a világ, ezt kérdem most én is. Sok helyen karácsonyfa gyertyát gyújtanak, az emberek nagy örömet szereznek egymásnak, és azt mondják, itt van. Pedig csak néhány játék hever a csilló karácsonyfal. Sokan templomba tódulnak, boldog éneket mondanak, énekelnek, és azt hirdetik, itt van, pedig csak kereső, újongó embertömeggel találkoznak. Sokan ott tesznek karácsonykor, észreveszik a szegények rongyait, ruhát terítenek rájuk, benéznek üres konyháikba, kalácsot tesznek az asztalra, még dicsekednek is ezzel, és azt mondják, itt van, pedig csak néhány szeretett csomaggal találkozhatunk. Tudósok vitatkoznak azzal, hogy hol született Jézus. Valóban Jászolban él, vagy abban a barlangban, amit babonás szentföldi zarándokoknak mutogatnak. Hol van? Ott, ahol találkozom vele. Még akkor is, ha ez egy befolyált csecsemő, ha egy rám néző gyermekarc, aki nem mondott nekem semmit, de pusztán a jelenléte fölmelegített. Egyetlen helyen van számomra karácsony, a szívemben. Itt van az új élet, itt van Isten. Akkor, hogyha veled is ez megtörténik, ha a szívedben, nem a gyönyörű otthonodban lesz karácsony, akkor te is elmondod. Itt van Jézus. Bizonyos, hogy megszületett, mert én megtaláltam. Ha megtaláltad, hidd el, gazdagabb lesz a nap, teljesebb lesz a családi ünnep, mindenki megérzi szeretteid közül, hogy Jézust elfogadtad. A templom megtelik számodra csodával, és összefűződik a szíved másokéval. Az Úr keres téged és vár rád. Még akkor is, ha most egy ismerős gyermek miatt jöttél el ide ebbe a templomba, vagy akkor is, hogyha már többször hallottál ige hirdetést, de még nem érintett meg. Egy idős asszony bizonyságtételét hadd mondjam el röviden.
Ez az asszony fiatal lánykorában egy újsághirdetést olvasott, amelyben arról volt szó, hogy a közeli templomban új lelkészt iktatnak be. Na hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy úgy gondolt, hogy ő is elmegy és megnézi. Nagyon sokan voltak a templomban, és már csak a hátsó sorokban volt hely, ott is csak állni tudott. Felment a lelkész a szószékre, és már olvasta is az igét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán előrehajolt, és ezt mondta. A Biblia több ezer szavától nem félek annyira, mint ettől az egytől. Elveszni. Örökre el lehet veszni, amint Isten lemond az emberről. Akkor ez a fiatal lány csak ezt hallotta az ige hirdetésből, és arra gondolt, hogy ő elveszett ember. Mint egy alvajáró támolygott haza, a család még meg is kérdezte tőle, hogy tán csak nem beteg, de nem. Isten munkálkodott az ő lelkében. Senkinek nem tudta elmondani, elmagyarázni azt a halálfélelmet, ami ő benne volt. Imádkozó szívvel ment következő vasárnap a templomba, akkor a következő igét mondta a lelkész. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik. Ámen. Az idős asszony úgy foglalta össze. Még csak másodszor voltam a templomban, de megint nem hallottam semmi mást, csak ezt az egy igét. Minden világos lett előttem, mindent megértettem, beléptem azon az ajtón, amely Jézus. Beléptem az életbe. Hát ilyen egyszerű. Számodra is lehet, hogy egy szó, amit ma a gyermek mond el, vagy akár az az ige, amit az elején mondtam, de kinyithatja szíved ajtaját. És akkor a szeretet ünnepe is teljesen más töltést ad az életedbe. Akkor már minden napod igazi szeretetté válhat. Hadd mondjak el az igazi szeretetről egy-két főbb jellemzőt. Az igazi szeretet tapintatos. A meglátás és a meg nem látásnak a művészete. Az igazi szeretet türelmes. Ő más, ő másként gondolkozik, de akkor is szeretem. Az igazi szeretet figyelmes. Nem azt figyelem, hogy mit rontott el, hanem megpróbálok neki még virágot adni ma. Nem a sírjára, hanem még életében. Az igazi szeretet áldozatkész, akár válvetve is. Az igazi szeretet átlátszó, nincs mit takargatnom. És az igazi szeretet megbocsátó, nincs összegyűjtött harag. Mi ilyen szeretetet kaptunk Istentől az ő fiában, Jézus Krisztusban. Tud elfogadni, és tud továbbadni. Gondozni, ápolni kell, nehogy kihűljön. Amikor egy újszülött megszületik, mit tesz? Sír. És bizony a szülei számára nincs szebb zene a gyermek sírásánál. Így van ez. Ha újjászülettél Istenben, akkor neked is tovább kell adnod az evangéliumot. Dicsőséges jövendő vár rád, és nagy öröm forrása lehet ez, amit ad tovább embertársainak. Aztán, ha már a gyerek születéséhez hasonlítottam a megtérést, hadd folytassam ezzel tovább. Minden embernek fontos, hogy levegőt kapjon. Ha csak pár percig nem kapnánk levegőt, bizony megfulladnánk. Ami a tüdőnk számára a levegő, az a lelkünk számára az imádság. Az imádkozás, az Istennel való beszélgetés. Otthon, a szobádban térden állva, vagy akár a munkapad mellett állva is megteheted. Az Úr elé viheted minden gondodat, minden örömödet, minden, ami a szíveden fekszik. Szakíts magadnak időt az imádkozásra, megtapasztalhatod Isten erejét az életedben. Megszoktuk azt is, hogy rendszeresen táplálkozunk. Ha kimarad egy-egy étkezés, akkor a következőnek farkas éhesen esünk neki. Ha az is kimarad, és az utána lévő, és így tovább, akkor bizony éhen hallhatunk. Éppen így hal éhen az újjászületett ember is, aki nem olvassa az Isten igéjét, a Bibliát.
A Biblia legyen a te mindennapjaid része. Kívánom, hogy ne olyan legyen, hogy porosodjon a könyves polcon, vagy ne vedd a kezedbe, úgy, mint a francia Svájcban. Erről is van egy rövid történetem. Egy újságíró feladott egy hirdetést, hogy Bibliákat keres. Egy francia misszió számára kapott is egy levelet egy vendéglőstől, aki azt írta röviden, hogy tisztelt Uram, jöjjön el, nekem nagyon sok elajándékozni való Bibliával. Meglepődött az újságíró, aztán fogta magát és elment oda abba a vendéglőbe. A vendéglős kinyitotta az ajtót, és nagyon sok Biblia hevert a szobában. Látta a vendéglős, vagy az újságíró megdöbbent arcát, és rögtön magyarázta, hogy látja, ott szemben van a templom. Fiatalok ide jönnek, amikor esküvőjüket tartják. A lelkésztől kapnak ajándékba egy Bibliát, az első lapra gondos betűkkel fel van írva az ifjú pár neve. Aztán utána elfonulnak az én vendéglőmbe, jól érzik magukat, a mulatság végén kitépik az első lapot, elviszik emlékbe, a Bibliát pedig. Én úgy gondolom, hogy ehhez nem kell semmit hozzáfűznöm, talán csak azt, hogy te ne éj. Fontos az is, hogy mint a gyermek növekedj. Növekedni úgy tudsz, hogyha tanúbizonságot teszel, hogyha imádkozol, vagy hogyha Bibliát olvasol. Ez a három dolog fontos ahhoz, hogy növekedj. Azt kívánom, hogy mindannyiunk életében menjen végbe ez a változás, és most kérlek benneteket, hogy fogadják szeretettel a gyermekek műsorát. Mi vagyunk szikatók, túl-e fel az utakon, Jézus jön, örülj nagyon, szívemre melegül, búja gondja elül, az életem elsenyom, Jézus jön, örülj nagyon,
időt még nem láthatták, Isten szavát hitték. Később, akik látták a kicsi gyermeket, felismerésükről bizonyságot tettek. Ezen a szép estén azt mondjuk el sorba, akik hittel várták, hogyan szóltak róla. Karácsony várásunk fényes előképpen messiásra vehet az Ószövetség minden. Rompétek hirdették, eljön a Belkabert, figyeljük a törvét, halljuk és éles. Én népem ébredjön tudatra, sötétségben ne vesztegedj. Bálványozásban, hűtlenségben Isten népe nem veszhet el. Bűnbánatra és megtérésre szólít az Úr, a szava szent. Kegyelmének ígéretében jobb jövőt képen megjelent, mert fiúgyermek születik nekünk, az Úr lelke nyugszik rajta, igazság, jogosság, hűség lesz országlásának alapja. Akkor békében fognak élni egymással népek, nemzetek, Isten dicsérve csimulnak ki az ellenséges nézetek. Én népem, hagyd el csükkedésed, megváltód jön, készíts magad, alázatos, szelíd királyod, megtisztult élettel fogadj. Amikor eljött az idő teljessége, Isten angyalát a jó híre lelkített. Dávid családjának egyszerű lánya, készüljön az anyaság szent feladatára. Bár itt élek az Úr közelében, dicsőségének fényözönében, szolgálomat rendeltetés szerint, most ahogy keze, indulásra in, szédítő a küldetés nagysága. A föld felé vetem tekintetem, az ember kellene megfeddenem. Mert látom a bűn elárradását, a szenvedők nagy nyomorúságát, de feddés helyett áldást kell vinnem. Az Úr felőlem úgy rendelkezett, aki miért időim elérkezett. Tudtul kell adnom a haratából, megváltott küld el, ki tisztaságból, szentségből és igazságból származik. Megyek minden, és köszöntöm Máriát, ki befogadja Isten szent fiát. Bátorítom, hogy félelem helyett várassolom el a gyermeket, kinek alázata és dicsősége. Lesz a bűnös ember reménysége, mert Istennél semmi sem lehet. Keserűségben, életem eddig nagy bánatában, gyermektelenségében. De most Isten rám tekintett, megtönyörült rajtam, megadtam, hogy buzgónk értem, nagyot olvattottam. Gyermekem proféta lesz, szent lélekkel teljes, a megváltó követe lesz, aki elközelged. Édesanyja, most hozzám jön, köszöntését hallom, a gyermeket, akit ő vár, én uramat hallom. Uram anyja jött el hozzám, hogyan lehetséges, áldott vagy az asszonyok közt, kegyelemmel teljes. Boldog, aki hitt az Úrnak, és nem kételkedett, mert amit ő megmondott, az mindig teljesített. A két boldog anya együttől rendezett, hittel reménységgel megkegyelmítve. Erzsébet Máriát örömmel hallgattam, aki énekében Isten hallgatta. Magasztalja lelkem az Ura, és az én lelkem újra, Isten az én megtartó előtt. Mert eltekintett szolgálóra, nem megalázott voltára, és éve mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmaradt nemzedékre a nemzedékre, az őt félőtől. Hatalmas dolgokat cselekedett karjával, szétszórta a szívünk szendékában, felforgatott. A római császár nagy irodalmában népszámmel esetlen minden tartományban. Összeírás véget császár parancsára, mindenki hazament szülővárosába. Mária és József Názáretben éltek, ők is elindultak Betlehembe. Egy csúlya szívemet tudja, aként jegyesem az angyal mondta, Isteni gyermeknek édesanyja. Nevelő apja gondviselője, legyen még megnő bűnrendezője, ezen az úton szállás szerzője. De nincsen szállás, hiába kértek, nagy zsúfoltság mindent megértek, egy istállóba végül betéren. A fáradt anya alig áll lábán, helyet készítek neki a szalmán, micsoda szégyen barlókra kalmán, egyszerű házam tisztaságában. Maradtunk volna nyugalmasabban, de jönni kellett fáradtságosan. Mit tegyek érte, hogy öntöm nincsen nehéz óráját egy csúnya helyen, talán
parancsolj, Uram, légy segítségem. Betlehemi mezőn pásztorokra nyáltak, nyájukat tőrizték, éberen vigyáztak. Azon az éjszakán egyszer csak hirtelen nagy fényesség támadt, őket a félelem hatalmába vette. Az Úr angyala jött, s így szólott hozzájuk, a mennyei küldött. Az angyal pedig ezt mondta neki: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. Az ég küldöttek, amit visszaértek, a pásztorok együtt mindent megbeszéltek. Ilyen csodát sose láttuk, ilyen szépet nem hallottuk. Rendből jöttek, Isten küldte örömhírrel le a földre. A megváltó születését hogyhogy nekünk jelentették. Érkezését nagyon vártuk, most, hogy itt van, megláthatjuk. Lenézett pásztor emberek voltunk eddig, s megvetettek, felemelt Isten kegyelme, menjünk minden Betlehembe. A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet, a jászolban befolyálva az égi gyermeket. A mennyei jelenésről mindent elbeszéltek, csodálkoztak, kik hallották, örvendeztek, hittek. Amit láttak, tapasztaltak, meggyőződésé vált, nyájaikhoz visszatérve Istent magasztalták. Messze napkeletről bölcsekkelt a Kisra, megfigyeléseik csillagok állása. Nagy királyt jeleztek, aki megszületett, tiszteletben áll a szívből idehoztak. De Jeruzsálemben senki nem tud semmit, hibatja Heródes az írás urai. Tőlük tudatkoztassuk, de ha kérdeztem. Hol kell a Krisztusnak világra jönnie? Amikor ezt Heródes király meghallotta, nagy nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük: hol kell megszületnie a Krisztusnak? Azok pedig ezt mondták neki: a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőle, aki legeltetni fogja népemet, Izrael. Ezután Heródes titokban hivatta a bölcseket, és pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idején, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesülést a gyermekről, mihelyest pedig megtaláljátok őt, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Heródes háború nyugalmának vége, gyilkos szervek és hatalmas vérzések. Nem értem, miért nem jön szememre álom? Nyugalmam miért nem találom? Ezek az idegenek a napkeletről jöttek, egészen felkavartak. Milyen méltóság teljesek voltak, milyen meggyőző módon szóltak, és én nem tehettem semmi mást, mint felvettem hazugság köntösét, és kitaláltam egy szép mesét, hogy visszatérésre vigyem őket. Én a hatalmamat nem adom át semmiféle új királynak, a csillagok bárhogy is állnak. Hírem, nevem állandó s örök, és minden trón követelőt megölök. A bölcsek a csillag nyomába szegődtek, előttük ment mindig, és vezette őket. Amikor megérkeztek, megállt a ház fölött, szívükben nagy öröm, ügyesség költözött. Az a tudás, amit megszereztünk, ismereteink és bölcsességünk rangot, tisztességet, hatalmat jelentett. Paloták nyíltak meg előttünk, s mi mégis útra keltünk. Az a vonzát, belső kényszer, amár minket utunkó vezet, hatalmasabb, erről ki nem területek, életünk célja fény, pompa helyett, ebben a méltatlan környezetben mindennél tisztábban, fényesebben ragyog az égi erő, a hitet érlelő bizonyság, hogy őt kerestük, minden kincsünk elébe tesszük. Mikor a kisgyermek 8 napot betöltött, együtt a szent család útra készült. A szokáshoz kíván templomba mentek, a töltvényt betartva elvizetődött. Mint első született, az Úrnak szentelték, régi parancs szerint Jézusnak nevezték. Élt Jeruzsálemben,
Péter, Simeonnak hittek, aki nagy hűséggel járt, mint itt a messiás vártam. Ígéretet kapott nem belőjelbe. Isten szava igaz, még életében megérte, hogy az Úr Krisztus karjára mehetnek. Betelt az életem, mert a készült Isten tisztelve békesség beszéltünk. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségből népednek, Izraelnek. Egy próféta asszony, Anna volt a neve, aki Istenházát annyira szerette, hogy éjjel-nappal ott szolgált hűséggel, imádkozással, hosszas böjtöléssel. Abban az órában, amikor meglátta, hogy a gyermek Jézust hozták a templomba, felállt, beszélt róla. Sokan meghallgatták, itt Jeruzsálemben a váltságot várták. Hálát adok neked, Uram, hogy templomodban boldogan szolgálhatlak teljes szívvel, nem töröd ellenséggel. Köszönöm hosszú életem, melyet kegyelmedből megértem, ezt a nagyon várt szent napot, mikor váltságot felragyogul. Előttem a drága gyermek, kiről annyit jövendöltek, régi próféták, a nagyok, kikhez képest senki vagyok. Dicsérlek és magasztallak, hogy bizonnyal megmutattad, ő az, akit megígértél, szabadításokra küldtél. Figyeljetek rám, emberek, eljött, itt van közöttetek, akit szívszorongva vártunk, ő lesz a mi messiásunk. Akik elsőként láthatták Jézust, mint gyönge, kicsi újszülöttet, hívő szívükkel felfogták, hogy benne megváltó érkezett. Pásztorok, Bölcse, Simeon, Anna, Erzsébet, József és Mária példa előttük ők felismerték, hogy a gyermek Jézus Isten fia. Akiknek szíve Isten szavára nyitva áll mindig figyelmesen, azok megértik, ha hozzájuk szól szent lelke által kegyelmesen. Karácsony este néz fel az égre, kitárult szívvel Jézust keresd, és amire vártál, életed célja megoldódik, ha felismered. Találkozásod az Úr Jézussal életed döntő perce lehet, ismerd fel benne boldog jövődet, öröm forrását, üdvösséget. Mindez azért lehetséges, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Yeah.
Isten iránti hálával köszönjük a gyerekeket igazán lélekben megindító szép műsorát. És imádsággal zárjuk ezt a magyar alkalmunkat, imádkozzunk Istenhez. Urunk, hálát adunk néked a karácsony örömüzenetéért, hálát adunk néked azért, hogy gyermekek szájából veszel dicsőséget, hálát adunk hatalmas Isten ezért a ma délutáni szép műsorért, hálát adunk az ünnepekért, hatalmas Urunk, könyörgünk hozzád, áld meg a gyermekeket, áld meg a felnőtteket, áld meg mindnyájunkat, a te nagy kegyelmeddel és szereteteddel hordoz életünket. Maradj velünk szereteteddel. Urunk, adj nekünk máskor is ilyen, ehhez hasonló alkalmakat, hogy együttesen, mind gyermekek, mind felnőttek, tudjuk dicsőíteni a te szent nevedet. Hallgass meg imáinkat, hatalmas Urunk, és maradj velünk kegyelmeddel. Könyörgünk hozzá, Krisztus érdemére. Amen.